Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Amikor két héttel ezelőtt a kormány elfogadta azt a javaslatot egy salátatörvénybe bújtatva, hogy minősített munkaerőkölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül áramolhatnak hazánkba a harmadik világbéli munkavállalók, talán még mi sem gondoltunk arra, hogy ez ilyen gyorsan véghez fog menni. Ugyanis az a helyzet, hogy akár több tízezer Fülöp-szigetekről érkező vendégmunkás érkezhet még idén, vagy akár már a nyáron hazánkba. Gondoljunk csak bele, hogy ez mekkora tömeget jelent. Akár egy Kazincbarcika, Kaposvár, de akár egy Sopron méretű város lakosságának számát is kiteszi ez a több tízezer fő. Márpedig az egyik magyarországi munkaerőkölcsönző cég ügyvezetője arról beszélt a napokban, hogy ilyen mértékű beáramlásra kell számítani, miután a kormány 9 Európán kívüli országnak megkönnyítette a foglalkoztatást. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint ezzel a kormány végérvényesen lemondott arról a lehetőségről, hogy a munkaerőhiányt és a tisztességes béreket magyarokkal, tehát magyarok számára oldja meg, helyette az olcsó munkaerő mellett a vendégmunkások, külföldi vendégmunkások mellett tette le a voksát, még távolabb lökve az országot attól, hogy a magyar ember, a magyar dolgozó megbecsülésre találjon. És itt még csak nem is beszéltem arról az aspektusáról a dolognak, hogy több tízezer külföldi vendégmunkás, Európán kívül érkező vendégmunkás esetében felmerül a közbiztonsági kockázat kérdése is, hiszen azért akárhogyan nézzük, teljesen más világból, más kultúrkörből, más és más szokásokkal érkeznek hozzánk, például a Fülöp-szigetekről. A Mi Hazánk, mint legerősebb ellenzéki párt követeli, hogy legyen vége ennek a gyakorlatnak, tiltakozunk ez ellen, mi a magyar embernek, a magyar dolgozónak szeretnénk tisztességes béreket és számukra megfelelő munkakörülményeket teremteni, ebből egy jottányit sem vagyunk hajlandóak engedni, és ezért fogunk küzdeni a jövőben is.